Jöve Jézus, légy vendégünk. Áld meg, amit adtál nékünk. Ámen. Miért imádkozunk? Hogy megköszönjük a jó Istennek, amiért vigyáz ránk. De nem is vigyáz ránk. Apára se vigyázott. Édesapádnak semmi baja. Akkor miért nem jön még haza? Ági, elég legyen ebből. Haza fog jönni. Nem fog. Ne haragudj, kicsi. Nem is emlékszem apára. A postás. Nekem? Nem, lányának. Mit fognak ott 3 hétig csinálni? Itt az van, hogy kukoricát törnek. Karácsonykor. Nem volt, aki nyáron learassa. Most meggondolom kell a ruszkiknak. És azt mondanák, visszamentél Pestre? Aki nem vonul be, a helyet valaki mást visznek el a családról. Aki pedig szökni próbál, az főbe lövik. Nem bába mész. Vidd az enyémet. Ez be nekem. Erre még szükséged lehet. Te legyél ám rendesen. Ezt. Nehogy elosztogodj. Nem fogom. Te is elmész. Hamarosan visszajövök. Megígérem. Majd megenyhül. Mire hazajössz, már nem is fog rá emlékezni. Davaj, davaj! Смотри, пошла! Еда, еда! Кого ты?
Zavis mi je parom. Ej. Sastaviš mi je paru? Paru sastaviš? Da. To. To. Potancuje, što to je? Nije? Dvigajte, lideroske kurve! Hoći, Ivna. Hoći, Djod. Šiket vinte zajedno. Én Irén vagyok. Ezt a návni vajetje! Enni hoztál? Anyád nem csomagolt. Koldulj. Te vagy az Irén? A Walter lelkész lánya? Nem úgy volt, hogy te Pesten laksz? Befogadom, hogy az amerikai úton nem kell kukoricát törni. Ott laktok, nem? Anyád mondta. Ott laktunk, amíg le nem bombázták a házunkat. De aki tört már kukoricát, az sosem felejti el. Ámen. Magukra is rámásztok? Nálunk a faluban sokakra.
Miért fasisztáznak minket? Hány sváb van itt? Te is sváb vagy. Mi 41-ben magyarnak vallottuk magunkat. Mi is. Mi is. Bocsánat! Én cigány vagyok. És hogy kerültél a vonatra? Jövök haza nagyságától. Oda járok takarítani. Azt jön egy csapat, davaj, davaj. Megfognak, azt felraknak. De hogy miért? Lehet, hogy mondták, de hát nem értettem, hogy mit kuruttyolnak. Én meg ruszin vagyok. De az ura csváb. Az, hogy a nyahaja törje ki. Meg Erzsébet. Beteg. Sztroj. Beteg. Kórházba kell vinni. Hospital. Krankenhaus. Étkezkazal, Sztroj. Vставай. Шевели ногами, вставай! Еще раз. Не надо! Пожалуйста. Пожалуйста.
Пошли вперед! Быстро! Я друг за друга! Давай! Уходите! Давай! Нет! Носите трупы. Дальше. Наголо. Пригодно. Нет. Давай заходи. Заходите! Шевелитесь быстрее!
Кому говоря? Még forró. Fertőtlenítették. Elvették a Péterot. Jeva, Herman! Пошли. Переводить меня, поняла? Так и будет. Немцы! Неметек! Вы напали на нас. Ты megtámadtatok minket. Вы сравняли с землей наши села. Leromboltátok a falvainkat. Выжгли наши земли. Felégettétek a földjeinket. И затопили наши шахты. És elárasztottátok a bányáinkat vízzel. Куда бы вы ни пришли, вы всюду только уничтожали и убивали. Amerre csak jártatok, gyilkoltatok és pusztítottatok. Наших сыновей нам уже не вернуть. A gyermekeink életét már senki sem adhatja vissza. Но то, что вы разрушили во имя Гитлера. De amit Hitler nevében leromboltatok. Вы будете восстанавливать здесь. Azt most újra felépíthetitek itt. Здесь. В шахтах Донбасса. A Donetsz medence bányáiban. Прибывшие сюда ранее знают, что в нашем лагере номер 1207 необходимо соблюдать три простых правила. Правила надо соблюдать. Кто нарушит, пойдет в бункер. Три дня без воды и еды. Вы в 2000 километрах от дома. На недружелюбной территории, поэтому бежать вам некуда. Перемещение между шахтой и лагерем исключительно под конвоем. При попытке к бегству расстрел. Кто не выполнит норму,
остается без ужина. Восстановительные работы до тех пор, пока не закончится война. После этого можете уходить домой. És azután hazamehettek. Lehet jönni! Jöhetnek az újak egyesével! Hármas járat. Négyes. 12-es. 3-as. 12-es. Túl magas vagy, nem férsz be. Majd térdelek. 12-es. Köszönöm. Ne köszön. 4-es. Mondta, hogy a napi norma egy csille. Fejenként. Ha mindkettő kész, visszakísér a lágerbe. Ilyenkor kutyaideg van ki, mínusz 30, de van, hogy mínusz 40. Ha látjátok, hogy a másik orra fejér, szóljatok, hogy dörzsüljön meg, mert különben lefagy. Идем. Быстро за кровь!
Jó estét. Elfogyott. Mostanra lettünk meg a normálval. Sajnálom. Valahogy az őröknek se jut. Na várjál, inspektor. Itt az orgonás hívott. Ez mind a tiéd? Ki lenne? Hát anyám. A legnagyobb 13. Korán kezdted. A legkisebb 2 éves. És rájuk ki vigyáz. Vigyáznak egymásra. Miért? Hol az urad? Munkaszolgálaton. A tejfeles asszony hol van? Milyen tejfeles? Hát amelyik beszél oroszul. Az Éva? Éjszaka mindig kimegy. Hármas. 12-es. 12-es. 4-es. 7. Nem kaptunk vacsorát. Nem adhatok felmentést. Én itt ugyanúgy rab vagyok, mint ti. És ha mellénk ad még egy embert? Attól még a fejenkénti norma megmarad. És ha magyarként, nőként arra kérem, hogy tetesse nekünk félre a vacsorából. Férfiként. Miattad nem eszek harmadik este. Nem is foglak.
Hogy álltok? Én a magam részéről meg vagyok. Otthon még a disznó is különbet kap. Miért hoztak ide dolgozni? Egyszer nem bírnak minket etetni. Ez meg milyen állatcsontja? Kutya? Lácska. Honnan szerezted? Nem tudsz olvasni? Nem jól. Vajon neki mennyi a napi norma? Nincs neki ura? Meghalt a gyerek. Még kicsi volt. És az ura elhagyta. Ezek akkor is gyilkosok. Dolgozni is tud. Nem én találtam ki, ez a szabály. Mi van, ha fertőző?
És holnapra az egész brigád lebetegszik. Így vrács. Здесь нет мест. Nincs hely. Может, транзите? Почему называют транзитом? Там люди находятся между жизнью и смертью. Muszáj enned. Tudod, mi ez? Tifusz. A tetvek terjesztik. Enyém lehet a cipője? Ha már neki nem kell. Beteg. 627. Tífuszos. Что здесь происходит? Бена, не может работать. Если может стоять, то и работать может. Gyógyszer kell neki. Tudsz szerezni? Kérem. Márkegyi terautósofőr a faluba lakik. Тиф? Тифус. Лекарства дорогие. Драга, дёгцер. Да тут серьезный. Можешь достать? Могу. Тут. Мит керерта. Что у тебя за это? Часы наручные. Карурат. Серзек. Может, как на кей. Gyógyszert. Получишь, когда принесешь лекарство. Сейчас нужно, сейчас. Most kell. Honnan tudom, hogy nem csap be? Döntsd el, csak aztán ne engedni biztos. Nagyon siessen. Давай быстрее. Ждите здесь. Не очень быстро. Витвариаток мы шиятный фон.
Пойдемте. Я хочу уже кушать. Пойдемте. Yeah.
творится во дворе? Ты что, не слышишь? Есть. 629. Padláson. Miért nem szóltál? Apa. Szörnyű álmom volt. Most már minden rendben. Van. Mennyi kell? Mi itt a cezér? Irén? Nem láttam egy ideje. Irén? Thank you.
Дэнни Тамотта. Ирин. Ирин. Valami van a padláson. Irén. Ne félj, nem bántom. Próbálj meg nem álmodni. Bejöhetek? Álmodott? Nem. Helyes. Látásból már ismerjük egymást. Müller Raimund. Walter Irén. Hova való? Szegcső, Tolna megye. Szabadka, Bácska. Miért nem szabad elmondni? Mert akkor meghal. A számok adnak erőt, nem? Hogy kibírjuk. Nem. Ezen a helyen nem. Csirke. Hogy jutott hozzá? Nem dohányzom. Én se. De vannak, akik pár szárcigért lemondanak még a húsról is.
pedig ilyen. A kelésekre. Ossza be jó. Másnak ne adjon. Nem lesz baja belőle, hogy ilyen súrú látokat. Na, még van, cikim? Ha meg elfogy, szerzek mást. Például mit? Ruhát, cipőt. Kanalat. Akármit. Maga nagyon ügyesen már rajmond. Rákényszerültem. Két fiam van otthon, és egy szép feleségem. Még itt vagyok 2000 kilométerre nagy büdös semmibe. Ha belegondolok, legszívesebben felkötném magam. Úgyhogy ha túl akartam élni, akkor fel kellett állítanom néhány egyszerű szabályt. Beváltok. Akkor én megtanítsam. Miért segít nekem? Most a helyzésből. Mert maga tetszik nekem. Furcsa ízlésem van. Nekem a családom. Felejts el őket. Ez az első szabály. Mi már innen nem megyünk haza. Ezt nem magad mondja. Hát ki? Sztálin. A jó Isten. A jó Isten nincs itt. Csak maga van meg én. Maga a rendes ember, de én újséget fogadtam. Dönts el, hogy bele akar halni. Vagy túl akarja élni. Берлин пал. Война закончилась. Гитлер капут. Гитлер капут. Завтра можете идти домой. Все. Домой. Домой. Куда торопишься? Ладно. Блин, смотри. Успокойся. Спокойно. Все. Сейчас. А ну-ка. Все. Сейчас будем спать. Вот так.
Mikor? A ну быстро в барак. Давай. Mikor indulunk haza? A többiek? Irén. Mikor lehet menni? Megmondták már. Vége a háborúnak. Haza lehet menni. Mondjatok már valamit. A reggeli sorakozónál a parancsnok bejelentette, hogy maradunk és dolgozunk. Sztálin parancsára. Ettik. De ilyet nem lehet csinálni. Csak vége lesz egyszer. Csak szólnak otthon az érdekünkben. Kik szólnak? Az uram, meg a miniszterek. Most vesztettük el a háborút. Nincs, aki szóljon. Thank you.
némi. Megígértem a lányomnak, hogy hazamegyek. El kell felejtenie. Nem kérheti ez egy anyától. Akkor meg fog halni. Jól van. Azt csinálom, amit van. De jobb, ha tisztázzuk, hogy köztünk soha semmi nem fog történni. Ne gondolkozzad. Ez a második szabály. Dolgozz. Ne gondolkodj. Mit lesz, hogy lesz? Adja ide. Nincs ilyen jó minőségű cigarettapapír a lágerben. Lehet, hogy egész Ukrajnában sem. Ki egy csilleszén. Már is megvan a napi norma. Miért lehet? Oroszország a korlátlan lehetőségek hazája. Csak tudni kell élni velük. És Svetlana, a kenyérgyárban dolgozott. Aztán lopott két szelettel a fiának, és büntetésből ide helyezték. Sztálin járásod, de? Mi harasod? Harmadik szabály. Mosakodjon minden nap. Akármilyen hideg. Sargiela! Davaj, Pirjo! Davaj, davaj! Miért a rámogodjon? Czer Józsa. Minszből helyezték ide. Évek óta nem látta a családját. Neki is azt mondták minden őrnek, hogy háborús bűnösökre fog vigyázni. Így van, Czer Józsa! Zádra! Mire szokott gondolni? A családomra. Hogy régen minden jó volt. Meg arra, hogy majd megint minden jó lesz. Nem szabad emlékezni. Nem szabad ábrándozni. Egyszer jó. Éppen azért, mert jó. Azért veszélyes. Előbb-utóbb csak befele fog élni. Nem lesz kedve kijönni a fejéből. Elfelejt tisztálkodni, megbetegszik. Nem teljesíti a normát, nem kap vacsorát, legyengül, meghal.
vagy? Mi szokott még gondolkodni? Hogy sokkal többet tehettem volna. Tehetnék a társaimért. Negyedik szabály, nem felelünk másokért. Saját magunkat kell megmentenünk. Egyet nem értek. Olyan komolyan veszi a szabályait, akkor miért segít nekem? Szeretem magát. És remélem, hogy nem halok bele. Kidobott. Rühes vagyok. Mindenhol. Adj belőle egy kicsit. Csak egy kicsit visszaadom. Láttam, hogy kenegeted magad. Szeretnék aludni. Azt hiszed, hogy külön vagy nálam? Mire föl? Fűvel fával összefekszel. Rá fog jönni, hogy kihasználod. És akkor majd véget ér ez a nagy románc. Nincs köztünk semmi. És nem is lesz. Na persze. Megígértem a lányomnak, hogy hazamegyek. És ha ez az kell, hogy megtanuljak nemet mondani, akkor megtanulok. Te nem ilyen voltál. Most már ilyen vagyok. Köszönöm a drága látos parancsnokodnak. Thank you.
szabály. Az ima nem segít. Vacsora után szokott jönni. Úgyhogy még takarodó előtt el kell mennetek. Köszönjük. Egy órátok van. Где мама? Магин Максакат. Нет, я убегаю. Jól áll neked a gyerek? Én is ezt mondom. Minden áldott. Induljunk. Kettes. Tízes. Товарищ лейтенант!
Нужны грузовики. Пригодите много-много грузовиков. Нет! Слушаю! Нет. Каков? Подготовки поезда. Первый шанс. Приказ, да. Сколько транспорта? 5 или 6. Останы, что будет? Мы поедем на грузовиках. Куда поедем? Домой, ты глупый, домой. Куда? Будет не хватать ваших глупых рот! Я думаю, что мы сидим и замерзнем! Домой поедем, друг! Домой! Домой! Hol vagyunk? Baja határában. Az éjszakát egy raktárban töltik. Itt mindenki sváb? Nem mindenki. Reggel mindenkinek nyilatkoznia kell, milyen nemzetiségűnek vallja magát. A németeket teherautó viszi tovább a határig. Onnan mennek Németországba, ott fognak letelepedni. És a magyarok? Hazamehetnek. Hova haza? Hát ahonnan jöttek. És aki itt lakik Baján? Az is vár. Reggelig. Elnézést! Szabadkára jöttem, de Szekcsőre mennénk, Tolna megyébe. Szabadka már nem Magyarország. Megint Jugoszlávia lett. Szóval, ha maga jugoszláv állampolgár, akkor nem mehet Szekcsőre. Vagy hazamegy Szabadkára, vagy tovább megy Németországba. De ha hazamegy, ott meglátogathatom? Nem. Mert nem kap útlevelet kapitalista országba. Jugoszlávia mióta kapitalista ország? Mióta Tito átállt. Átállt? Akkor, ha innen hazamegyünk, többet nem találkozhatunk? Elfogadnak egy tanácsot? Ne menjenek haza.
maradhatok veled Magyarországon. Te nem jöhetsz velem Jugoszláviába. Ha együtt akarunk maradni, akkor Németországba kell mennünk. Ehhez viszont az kell, hogy németnek valljuk magunkat. Kimegyünk. Szerzünk lakást, munkát. Aztán valahogy kihozzuk a lányodat is. És a fiaid? Ők már nagyok. Megállnak a saját lábukon. Nem hiányoznak. Dehogy nem hiányoznak. De nélkülük már megtanultam élni. Nélküled nem. A következő felhajtó transport Németországba 10 perc múlva indul. Aki megkapta az igazolását, soratkozzon a bejáratnál. Igazolás nélkül senki sem mehet tovább. Milyen nemzetiségűnek vallja magát? Német. Állok a teherautónál. Walter Irén. A következő teherautó transport Németországba azonnal indul. Akinek még nincs igazolása, nem szállhat fel. 20 forint. Egy kendő a Nőszövetség felajánlásából. És az igazolás, hogy magyar földre léphet. Rákosi elvtárs aláírásával. Felszállni. Én még várok valakit. Indulás. Kérem, várjon egy percet. Kérem. Most már csak azt mondja meg, hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát. Szabályaiddal.
a szerelmeddel. Hazamegyek. Túlélő vagy. Nem féltelek. Megtanulsz élni nélkülem. De én sosem tanulnék meg élni remény nélkül. Der Wunk, der steht schon vor dir, adieu. Der Wunk, der steht schon vor dir, jetzt setzt mich auf und fort mit mir, adieu. Adieu, mein Schatz, adieu. Adieu, mein Schatz. Der Wunk, der fuhrt von Dorf hinaus, adieu. Der Wunk, der fuhrt von Dorf hinaus.
hit showed mine shut from fenster hinaus, adi, adi, mein Schott, adi, adi, mein Schott. Jetzt setze mich auf der Wunk darauf, adi. Jetzt setze mich auf der Wunk darauf, jetzt sehe ich meine Heimat nie mehr. Adi, mein Schatz, adi, adi, mein Schatz.